Apostolok cselekedetei harmadik fejezetét fogjuk ma elkezdeni. Korábban láttuk az apostolok cselekedetében, hogy Jézus nagyjából 40 napot töltött a tanítványokkal. Töltött úgy 40 napot a tanítványokkal, hogy időről időre megjelent nekik 40 napon keresztül. Majd ez alatt a 40 nap alatt tanította őket Isten országának a dolgairól, és beszélt nekik arról, hogy mi fog most következni. Most az fog következni, hogy majd eljön a Szentlélek, Szentlélek jelenlétével erőt kaptok, és dolgozni fogtok. És elmentek, és hirdetitek Isten országának az eljövetelét, Isten országának a e világban való megjelenését, e világban való betörését, azaz el fogjátok mondani, hogy ki vagyok én, mit tettem én, milyen kapcsolatba lehet kerülni velem. Hogy lehet velem kapcsolatba kerülni, hogy lehet velem kapcsolatba maradni, és ezt mindezt, és hogy lehet a Szent Lelket megkapni, hogy lehet Isten országának állampolgárává válni, és a Szentlélek erejéből ezt az üzenetet hogyan lehet nektek is tovább adni. Hogy ti is elmondjátok, és akiknek elmondják, ők is elmondják, és akiknek elmondják ők, azoknak azok is. És így ment volna terv szerint az evangélium. Az evangélium elérkezett hozzánk is. Mi itt a 21. században Magyarország nem keresztény ország, de vannak keresztények Magyarországon is. Sőt, vannak keresztények Svédországban is, Norvégiában is, Amerikában is, Dél-Amerikában, Afrika legcsücské, legvégén is, Ausztráliában, a szigeteken. Vannak keresztények mindenhol. De rengeteg támadásnak vannak kitéve a keresztények. Rengeteg támadás van, amivel a sátán próbálja az egyházat lerontani, az egyházat ellehetetleníteni. Valahogy próbálja semmivé tenni, erőtlenné tenni az egyházat. És nagyon jó munkát végez egyébként a sátán. Látjuk az iszlámnak a terjedését, látjuk a különböző szektáknak a előretörését, mint a mormonok, a jehovatanúi. Látjuk ezeket a dolgokat megtörténni. De itt még az abcsel elején egy tisztaságot látunk. Egy olyan tisztaságot, amiben egység van, amiben alázat van, amiben szentség van. És ez az, amiről az előző alkalommal beszéltem, hogy milyennek is kell lenni egy igazi, valódi gyülekezetnek, egy igazi, valódi egyháznak. És ha körbenézünk, nagyon kevés ilyen jellemzőkkel ellátott gyülekezetet, egyházat látunk. Sokan kiemelik a katolikusokat, sokan kiemelik a hídgyülekezet, sokan kiemelik az adventistákat, vagy egyébet, hogy ezek nem a valódi és Isten útját követő egyházak, és ez igaz is. Nem tökéletesek, nem úgy követik, ahogy kellene. Nem azt mondom, hogy akár a baptista egyház tökéletesen úgy követni. De nagyon-nagyon nehéz egy nagy szervezetet, és annak minden egyes tagját aszerint beállítani, hogy pontosan kövesse azt, kilengések nélkül kövesse a Bibliát. És az a jó, ha valaki erre nem is kényszeríti valamilyen központi tanítás átvételét, meglétét, ami nem kötődne a Bibliához. Nagyon fontos a puritánoknak az a gondolata, hogy
fontos dolgokban egység legyen. Egyébekben lehet különbség, de mindenek felett szeretet legyen. És akár ez az egyházakra is igaz kellene, hogy legyen. Ez valamennyire igaz a baptistákra, hogy fontos dolgokban egység van. A kis egyéb dolgokban ott lehetnek különbségek. Most az, hogy mikor jön el Jézus a nagynyomorúság előtt, közepén, végén, Pató Pál úrral mondva helyreérünk arra még. Nem most kell megvívni a csatát. A Biblia szerint én is gondolok valamit, ők is gondolnak valamit. Ez van. Meg valószínűleg Isten is gondol valamit, hogy az most melyikünkhöz illik, amit ő gondol, azt mi nagyon kardoskodhatunk. És mint teológus, az ember kardoskodik is, vagy próbálgat valamit mondani, de hogy emiatt szeretetlenség legyen közöttünk, ha ezt hagyjuk, akkor a sátánnak engedünk utat. És ezután, a második fejezet után, hogy aminek az volt a vége, hogy az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel, ezután leír egy esetet, és ebbe az esetből következik, nem, mondjuk nem a harmadik fejezetben, hanem később, már az üldöztetés. És elkezdődik egy olyan folyamat, mond az egyházba, aminek most is tanúi vagyunk, aminek jövő évben, meg 10 év múlva, meg 20 év múlva is tanúi fogunk lenni. A Facebookon újra és újra feltűnnek különböző emberek, akiket elfogtak a hitük miatt, és esetleg ki akarnak végezni. Ez lesz mindig. Krisztus óta rengetegen, általában 70 millió keresztény mártír van. Nagyon nagy szám. 21. században állítólag már 10 millió. Én nem tudom, hogy ez igaz-e, furcsának tűnik. Nem tudom erre a bizonyítékokat. De az biztos, hogy van üldözés. És az biztos, hogy a sátán különböző módszerekkel próbálja az egyházat sakba tartani. Ez az üldözés egyébként nem egy túl jó módszer a sátánnak. Az üldözés az mindig tisztulást is jelent. Ezért vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Magyarországon is jó lenne egy kis üldözés végre, mert tisztulna az egyház, tisztulna az a kép, hogy kik is tartoznak tulajdonképpen a gyülekezetet, kik is tartoznak tulajdonképpen az egyházhoz. Nagyon sokan történet van, ami a kommunizmus ideje alatt, arról, hogy a kommunizmus ideje alatt nagyon nagy testvéri összetartás volt, és odafigyeltek egymásra, és szerették egymást, és most a kommunizmus bukása után pedig egyszerűen szeretetlenek lettek az emberek. Szeretetlenek lettek azok az emberek, azokban a gyülekezetekben is, ahol nagy szeretet volt és nagy összetartás volt. Én nem kívánok nagy üldözést Magyarországon. Viszont kívánom, hogy Isten népe az legyen szent. Legyen szent, elkötelezett Isten iránt, elkötelezett a Biblia iránt, elkötelezett Isten ügye iránt. És itt vagyunk most a harmadik fejezetben, aminek az első 10 pár versét fogjuk megnézni. De felolvasom az egész fejezetet. Tehát Abcsel 3. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak.
majd alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor látta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig János együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, esküszöm, a ezüstöm és aranyom nincs, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél megfogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talprált és járt. Bement velük a templomba, is járkát ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amit járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába, amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez, izraeliti férfiak, mit csodálkoztok ezen, mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy képességeinkkel értük volna el, hogy ő járjon. Ádám, Izsák és Jákob istene, a mi atyánk istene megdicsőítette fiát Jézust, akit ti kiszolgáltatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt, de ti a szentet és az igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkos bocsásson szabadon a kedvetekért. Az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztott őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk, az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét, mindnyájtok szeme láttára. Most már tudom, atyám fői, hogy tudatlanságból cselekedtetek, amint a ti előjáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztus a szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent profétái szája által. Maga Mózes mondja, proféta támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti istenetek olyat, mint én, őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a profétára, azt ki kell írtani a nép közül. A proféták is, Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a profétáknak, és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, és a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el szolgáját, aki megáld titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. Kik a szereplők, akiket itt látunk, főleg az első felében a fejezetnek? Ezt is látjuk Jánost és Pétert, vagy Pétert és Jánost. Mit csináltak ők? Azt látjuk, hogy együtt mennek fel. Péter és János felment, együtt mentek fel délután 3-ra, a 3 órás imádságra, ami tulajdonképpen az esti áldozat utáni ima rész. 9-kor, 12-kor és délután 3-kor szokott lenni ima. Láttuk ezt már az Ószövetségben is, hogy napi 3-szor imádkozott, ezt látjuk Dániel könyvében is, Dániel esetében is. És látjuk most itt is. És nem, elmondja ez az igevers, az első igevers, hogy nem az áldozatra mentek már föl, hanem csak az utána való időszakra, amikor Isten dicsérete zajlott, és többen mentek fel a templomba.
nem azért feltétlenül, hogy részesei legyenek ennek a ceremóniának, utána pedig menjenek el, hanem azért, hogy találkozzanak ott a templomban a többi tanítvánnyal, és tanítsák őket, és legyenek együtt, és érezzék át, hogy együtt vagyunk, és sokan vagyunk. Nem csak egy-egy házi csoport vagyunk, hanem sokan vagyunk. Isten népe az nagy. Isten népe növekvő nép. Isten mindig ad az ő népéhez, és ez nagyon jó átélni konferenciákon, akár több ezres konferenciákon is, ami kicsit személytelen, kicsit furcsa, kicsit, de mégis rengeteg ember, akivel a mennyben fogjuk együtt eltölteni az időt, ott van ezeken a konferenciákon, és egy szívvel és egy akarattal tudjuk Istent imádni, dicsérni, hallgatni a prófétai szóra, önmagunkat megalázni, kezénket felemelni, egymást megölelni, egymásért imádkozni, akár több ezres közösségben is tudunk. Nem az a cél, hogy több ezres közösségünk legyenek, hanem az a cél, hogy bármekkor is a közösség, mindenki, aki annak a tagja, az Istent kövesse, az olyan tanítást kapjon, ami a Biblia egészét tartalmazza, ami Istent dicsérő életet él, gondoskodó, szolgálat teljes életet él. Tehát együtt ment Péter és János. Nem írja, hogy miről beszélgettek, nem írja, hogy miről gondolkodtak, jó lett volna pedig, de én úgy gondolom, hogy Isten dolgaival töltötték meg egymást. Úgy gondolom, hogy ők nem pletykálgattak, hogy na már megint csatlakozott hozzánk egy prostituált, és akkor elmondták volna, hogy te képzeld, az még a izéval is hát, meg a nem tudom, ezzel, azzal, amazzal, meg ezt csinálta, nem, és hát ez szörnyű, hát nem is tudom, hogy keveredett közénk. Nem ilyen beszélgetés volt ez, minden bizonnyal. És nem az életükre hatás nem gyakorló dolgokról beszélgetek, amiről mostanában rengetegen beszélgetnek, különböző filmsorozatokkal, meg egyébbel töltik meg az emberek önmagukat, és arról beszélgetnek, hogy az milyen. Kik a szereplők, mi az életük. Olyan emberek életével törődnek az emberek, akikhez semmi közük nincs. Kitalált szereplők, és úgy el vannak az ő életük, és ezzel foglalkoznak. Nem azt mondom, hogy nem lehet megnézni egyes sorozatot. Nem azt mondom, hogy nem lehet megnézni. Az ember el tud teljesen fáradni. És néha tényleg a szükség van arra, hogyha főleg ha az ember egyedül van, és nem van abban valami jó, hogyha az ember kikapcsol társaságba. És együtt kapcsolnak ki, és együtt csinálnak valamit. Mert az egyik föl tudja emelni a másikat, de ha az ember egyedül van, akkor én is sokszor beesem abba, hogy akkor most már nem bírom tovább, már nem bírok semmire se figyelni, és akkor megnézek, kikapcsolom az agyamat, úgymond, és megnézek valamit. De nem fogok róla utána gondolkodni. Nem azért nézem meg, hogy az én életemet megfordítsa, hanem megnézem nem agyatlanul, hanem ami olyan szituáció van, ahol megpróbálok tanulni. De mégis kikapcsolódásként nézek meg valamit. Amikor már nem bírok új
álláspontra helyezkedni. Nagyon sokszor ezek a kis bugyuta dolgok, és itt nem brazilis sorozatokról beszélek, segítenek valamennyire. Vagy közben is, miközben nézem, befutnak olyan szálak, amik jól jönnek. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy miről beszélek, vagy ti szoktatok így lenni esetleg. Nem tudom. De minden esetre ők valószínűleg nem olyan dolgokról beszélgetek, amik az életükre nem gyakorolnak semmilyen hatást, hanem egymás lelkét emelték fel. Biztosan emlékeztették egymást arra például, amikor Krisztussal mentek fel a templomba, hiszen nagyon sok esetben, 3,5 év alatt nagyon sokszor mehettek fel a templomba. És lehet, hogy elmondták, hogy emlékszem, amikor itt volt, és hozzánk jött valaki, és ezt meggyógyította, azt mondta neki. És amikor ide ült, emlékszem, amikor itt ültünk ezen a lépcsőfokon Jézussal, és itt beszélt hozzánk. Emlékszem, amit mondtunk a kövekről, hogy micsoda nagy kövek ezek. És ő pedig azt mondta, hogy ezek le fognak romboltatni. És emlékszünk arra is, amikor megkérdeztük, és azt mondta, hogy ne azzal törődjetek, hogy mikor lesz a vég, mikor lesz vége a templomnak, hanem azzal törődjetek, hogy hűséges szolgák vagytok. Ezért most legyünk hűséges szolgák. Lehetséges, hogy imádkoztak is, hiszen Isten, már Jézus nem volt velük testileg, de ahogy Jézus megölték, ők is veszélyben voltak. Még mindig. Nem véletlenül látjuk nem sokára az üldözést, meg a megkövezést, István megkövezését, stb. Veszélyben volt az életük, ezt ne felejtsük el. Egy olyan helyre mentek, amikor a templomba mentek, ahol veszélyben voltak. A tömeg miatt, és Isten miatt kevésbé, mert Isten félelmet ültetett emberek szívébe, hogy ne bántsák őket, de csak egy időre, amíg erőre kap az egyház, és hogy az új megtérők be tudnak illeszkedni a közösségbe. És imádkozhattak, hogy ne legyen semmi baj, hogy az evangélium ügye az tudjon előre menni, Isten országa tudjon épülni. És biztosan beszéltek a házi csoportok örömeiről is. Nem pletykálkodtak, hanem megszabadult. Ő is megszabadult. Egy ilyen történet volt, és megszabadult. Isten hatalmas, Isten csodálatos. Majd volt az ima és a tanítás, ami a templomban történt. Sok kegyes zsidó is ment fel, és itt hallhatták, miről ők beszélgetnek. A következő szereplő, akit itt látunk, az egy sánta ember. Nem is akármilyen sánta ember, nem a ló rúgta oldalba, és ettől sántult meg, hanem születése óta sánta volt. És azért egy születése óta sánta embert nem igazán tudott tolerálni a társadalom. Őt nagy valószínűséggel rokonai, hogy itt olvassuk, minden nap leraktak a templom ékes kapujánál. És alamizsnálkodás volt neki a fő foglalkozása. Nem is tudott más csinálni, mert járkálni nem tudott ez az ember. De valamilyen módon mégis az életének valami értelmet szeretett volna keresni. Nem biztos, hogy ez ember talált már az életének értelmet. 40 éve
történt vele ez. 40 éve, nagyjából 40 éves lehetett az az ember, tehát a, ilyeneket olvasunk, hogy, 40 év lehetséges, hogy, kerekített a, az író. Mindenesetre nagyon-nagyon hosszú, tehát nagypapa korú volt ez az illető. És gyerekkorától kezdve napról napra ide elhozták valahogy a rokonai, és lerakták, hogy valaki alamizsnát adjon neki. A templom a tökéletes embereknek a helye volt. A templom egy olyan hely volt, ahol nem lehetett, ahol nem mehetett be olyan ember, aki valamennyire átok alatt lévőnek számított. A testi fogyatékosságnak nem volt igazán helye a templomban. Ha Mózes harmadik könyvéhez lapozunk, annak a 21. fejezetében van a papi tisztséggel járó követelmények. Igaz, hogy ez papi tisztségek, de ez arra vezette a zsidókat, hogy aki születésétől fogva, tehát nem betegség, vagy nem munka következményében, bekövetkező munkai balesetben sérül meg, azok valamilyen bűnnel küszködő, valamilyen átok alatt lévő emberek. És ezt olvashatjuk itt a papokra vonatkozva. Így szólj Áronhoz, 17. verstől a 21. fejezetben, Mózes 3. könyvében. Ha valaki utódai közül, Áron utódai közül, a későbbi nemzedékben, akinek testi fogyatékossága lesz, az ne mutassa be áldozatul Istennek a kenyerét. Nem mutathatja be az, akinek testi fogyatékossága van, tehát aki vak, aki sánta, aki nyúlszájú, aki törött végtagú, se törött lábú, se törött kezű ember, vagy aki púpos, vagy vézna, vagy hájogos szemű, viszketeges, vagy sömörös, vagy sérves. Áron pap utódai közül az, akinek testi fogyatékossága van, nem mehet oda, tűzáldozatot bemutatni az Úrnak, mivel testi fogyatékossága van, nem mehet oda, hogy bemutassa Istenének a kenyerét. Ne gyalázza meg szent helyemet, én az Úr vagyok a megszentelőjük. Tehát gyalázatos dolog volt, ha valaki testi fogyatékossággal, és azért itt le vannak írva olyan dolgok is, amikor most, hogy sömör, meg sérv. Tehát, aki valamilyen testi fogyatékossággal élt, Áron leszármazottja közül, az nem lehetett pap. Természetesen főpap se. Meg pap se. És úgy gondolták, hogy ezek az emberek, akik születésüktől fogva testi fogyatékosságban szenvednek, azok átok alatt vannak. Azoknak nincs esélyük. Azok kiközösített emberek voltak, nem volt, mint Indiában kasztrendszer, de mégis másodrangú állampolgárnak számítottak. Valamilyen vétek miatt úgy gondolták, hogy ezeken az embereken átok ül. Hogy most ők vétkeztek, vagy a szüleik, vagy valaki a felmenők közül, de akkor is vétkezett valaki, mert Isten ilyenre formálta őt az anyamékben. Ez Isten átkát mutatta számukra. És nem tudjuk, hogy vágyhatott-e vagy nem, hogy vágyott-e vagy nem, de ha vágyott volna, akkor sem mehetett volna. Nem mondhatta azt, hogy bocsánat emberek, nekem csak a lábammal van gond, de az agyam, értitek? Az agyam, amivel gondolkozom, az ugyanolyan jó, mint nektek. Ugyanúgy meg tudom érteni Isten dolgait, ugyanúgy tudok teljes szívből imádkozni.
de akkor sem mehetett be. Mint ahogy az etióp kincstárnok sem mehetett be, mert ő etióp volt, és eunok volt. Hiába lehetett neki bármennyi pénzt adományozhatott volna, dobhatott volna be a belsejbe, nem mehetett be a templom belsejébe. Ezt az embert is, ahogy itt látjuk, leültetik nap mint nap az ékes kapuhoz, ami már a pogányok udvarán túl van, a templom, ugye a templom udvarából ugye lehet bemenni a templom felé, és ott van egy 25 méteres kapu, aranyozott, kidíszített, csodálatos. 25 méter. Gondolj be, hány száz, ezer, nem tudom én, hány kiló volt. Nagyon sok ember kellett, hogy azt megmozgassa. És ez az ember, ez ebben a kapuban ült. Mindig letették, bementek, ott hagyták egy kicsit az alamizsnát kért. Aztán kapott is néha-néha. Mert az emberek úgy gondolták, hogy Istennél szereznek valamilyen kegyet azáltal, hogy alamizsnálkodnak. Istennél nem lehet ilyennel kegyet szerezni. Számító módon. És a sánta kér. Látta, hogy jön ez a Péter meg ez a János, nem azért kér tőlük alamizsnát, mert ők Péter meg János, hanem egyszerűen azért, mert két ember jön föl a templomba. És Péter és János meghallotta ennek az embernek a szavát, és ránéztek erre az emberre, és két felszólítást mondta. Az egyik az, hogy nézz ránk. Nézz ránk. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk különbek. Az ember, ez nem nézhetett, miközben koldult, nem nézhetett rá a többiekre. Azzal azt mondta volna, hogy én egyenrangú vagyok veled. Én ugyanolyan jó vagyok, mint veled. Az ember lestőtt a szemét, azt mondta, hogy én alacsonyabb rangú vagyok. Én egy torszülött vagyok. Én Istennek a gunnya vagyok. Engem torszülöttnek alkotott meg. És ez a Péter és Jánosnak ez a néz ránkja, azt jelentette, hogy nézz ránk, egyenrangú vagy velünk, aki most bemegyünk a templomba, és be tudunk menni a templomba. És ez az ember engedelmeskedik. Majd azt mondják, hogy aranyom és ezüstöm nincs, de amin van, azt odaadom neked, Jézus Krisztus nevébe kelj fel és járj. A názáreti nevébe kelj fel és járj. Megragadták és felemelték. És ahogy olvassuk, egyből ott azon nyomban megerősödtek a csontok, és a bokája az illetőnek. Egy olyan betegsége volt ennek anyaméktől fogva, hogy nem tudott lábra állni. Sosem használta azokat az inakat, sosem használta azokat az izmokat, sosem használta úgy azt a csontját, az a csontszerkezetet, az izületeket, stb. Hogy járni tudott volna. A lábujjai nem úgy álltak, semmi nem úgy álltott. És ahogy húzták föl, azon nyomban megerősödtek ezek a dolgok, azon nyomban kiegyenesedtek a szalagok, a helyükre kerültek, stb. Ha valaki
valakinek eltört már a lába, vagy volt gipsze, az nagyon jól tudja, hogy 5 hét alatt, 5 hét alatt úgy beállnak a szalagok, hogy tornázni kell menni. Hogy tornázni kell menni, hogy megint kinyúljanak azok, és lehessen használni normálisan. Ez az ember nem használta, nem az, hogy 5 hétig, 5-6 hétig nem használta a szalagjait, hanem 40 év alatt sosem használta őket. Mert nem úgy álltak a lábai, hogy tudta volna használni őket. Most sem biztos, hogy voltak neki bizonyos szalagjai. De ahogy felemelték, kiegyenesedett a lába, a bokája rendbe jött, a szalagok a helyükön voltak, rugalmasan, és az izmai is, amiket nem használt, azok is olyanok voltak, hogy alkalmasak voltak arra, hogy fölálljon és szaladjon. Nagyon jól régebben, tehát ez a 60-as, 70-es években, nem tudom, hogy most az űr programok hogy vannak, de az első időkben mindenképpen láttuk, de gondolom még most sem tudták ezt teljesen megoldani, hogy akik fenn vannak az űrbe, azok, mivel nem használják, nincs gravitáció, nem kell a lábukat, az izmaikat használni, ezért valamilyen gyakorlatokat kell végezni, egyébként, ha visszérkeznek a Földre, pár hónapos űrben töltött idő után, akkor nem tudnának lábra állni. Egyszerűen nem tudnának lábra állni, mert az izmaik nem lennének képesek. Ott tudta hajtogatni a lábát, de az izmait nem tudta úgy dolgoztatni, és nagyon gyenge lett volna, nem tudott volna nagyon menni. Nem az csak az, hogy futni, meg ugrándozni, mint ez az ember. Itt egy olyan csoda történt, ami mindennek ellent mond, ami orvosi, és amit mi tudunk észlelni, és amit mi át tudunk élni. Itt egy nagyon nagy csoda történt. Mik voltak a reakciók? Azt nem tudjuk, hogy Péternek, Jánosnak mi volt a reakció, mert nem írja le az ige, de kicsit úgy tűnik, mintha nem törődnének vele, de gondolom, hogy nem vették félváról. Amit kell elképzelnünk, hogy Péter meg János mennek a templom felé, és akkor hát aki éppen ott van, az egyiket fölrántják, a másikat a szemét gyógyítják meg, belenyúlnak a szájukba, megnedvesítik az ujjukat a nyálukkal, belugják az ember fülébe, akkor az elkezd hallani, és akkor végül köpnek, meg nem tudom mi, hogy szembe, meg egyéb különböző, és akkor ott már ilyen kiszáradt szájjal megérkeznek a templomba, mert már elhasználtak minden nyálukat útközben. Hanem ez olyan dolog volt, ami őket is esetleg váratlanul érhette. És van nekünk egy énekünk, az, hogy itt van Isten köztünk. És ha itt van Isten köztünk, akkor egy ilyen történet az bár különleges, de nem lehet olyan, ami elképzelhetetlen. Hiszen ha itt van Isten köztünk, akkor maga a természet feletti van közöttünk, akkor természetes, hogy közöttünk természet feletti dolgok történnek. Ez az ember egyből szökelve dicséri Istent, a nép pedig álmélkodik, mert itt van Isten köztünk. A nép álmélkodik, mert Isten itt van köztünk, a béna meggyógyul, mert Isten itt van köztünk. Ez a következménye, hogy Isten itt van köztünk. Nem lehet más következménye. Csak az, hogy természetfeletti dolgok is történnek közöttünk. Persze a legnagyobb természetfeletti dolog, ha valaki megtér. Ez a legnagyobb.
És ez látványos. Ez egy 180 fokos fordulat. Az olyan, mintha valaki menne az autópályán Veszprémből vagy Fehérvártól Budapestig, és egyszer csak azt gondolná, hogy én nem megyek erre, megfordulok. És megfordulna az autópályán, és szembe menne mindenkivel. Ha ő feltűnik, akkor egy keresztnek is ugyanúgy fel kell tűnnie, mert ő is egy 180 fokos fordulatot tett, és minden, és e világ értékeivel szemben megy az élete. Sajnos a híradóban megmutatják, ha valaki az autópályán megfordul és szembe megy a forgalomból, abból van hír, hogyha valaki megtér, abból nincs hír. Jó lenne minél több olyan hír, ami megtérésekről szól, hogy eddig ez bűnöző volt, eddig ez ezt csinálta, azt csinálta, eddig titkos bűnei voltak, nagyon jó kislány volt, vagy kisfiú volt, de most rájött, hogy ezek a titkos bűnök halálos bűnök, és megtért. Minden megtérés radikális fordulat. Nincs olyan megtérés, ami ne lenne radikális fordulat, aki azt mondja, az én megtérésem az nem volt radikális fordulat, az nem tért meg. Minden megtérés radikális fordulat. És minden megtérés kérdést és érdeklődést kell, hogy kiváltson. Mert hogy más és látványos irányba indul el az élete, akinél ez nem így van, hanem meg kell vizsgálni, hogy tényleg megtérte az az illető. Tényleg látványos-e ez a dolog, ami az életében elkezdődött. Tényleg nem csak egy 20 fokos fordulatot vett az élete? Esetleg a 180 helyett? Mert az ilyenfajta életvitel is beszédes a világnak. Nem csak a 180 fokos fordulatú élet, hanem a 10, vagy az 5, vagy a 2 fokos fordulat, vagy irányváltás, és beszédes. Ugyanis azt mondja el, hogy te egy fokot változtál, és azt mondod, hogy már keresztény vagy, közben pedig igazán ez semmi, akkor minek legyek keresztény? És a sátán egyik legnagyobb csalása, hogy elhiteti az emberekkel, hogy a bűnös világ részét lehet képezni, keresztényként is. Hogy abba beolvadva is kereszténynek mondhatja magát valaki, hogy a keskeny út az tulajdonképpen csak azt jelenteni, hogy ugyanazt megteheted, amit a széles úton megteszel, csak éppen egy kicsit moderáltabb formába teszed meg azokat. Vagy kevésbé látványosan teszed meg azokat. Pedig a keskeny út az egy egészen más út, mint a széles út, ugyanis a célja, ahova vezet az egyik út, meg a másik út, az egész más, egyik nem párhuzamosan folyó utak, hanem egészen másfelé vezető utak, a széles út, meg a keskeny út. A széles úton, meg a keskeny úton egészen más talál az ember. Egészen más dolgokat. Ez az illető 40 éven keresztül reménytelenül élt. Nagy valószínűséggel a gyógyulását és az Istenhez való viszonyát tekintve már mindent feladott. Talán már egyáltalán nem is számolt bármiféle szabadulási lehetőséggel. Minden nap kirakták 40 éven keresztül. Jézus többször járt arra. Lehetséges, hogy Jézust ő már látta 12 éves korában. Hiszen ez az ember, ha azt számítjuk, hogy Jézus mondjuk 33 évesen halt meg, akkor ez az ember, amikor Jézus megszületett, akkor 7 éves volt. Amikor 12 éves volt, akkor ő 19 éves volt. Pontosan tudhatta, hogy itt, hogy hát ott volt minden nap. Láthatta Jézus nagyon sokszor tömegekkel, esetleg
láthatta azt a jelentet is, amikor borogatja Jézus az asztalt, esetleg látó délután tanít. Jézus többször elmehetett mellette, amikor az esti imához, délutáni imához ment fel. És Jézus nem gyújtotta meg ezt az embert. Akkor nem kérte ez az ember? Nem kérte ez az ember ezüstöt, vagy aranyat, alamisnát? De biztosan kért. De Isten ide és a mi időnk, az két különböző dolog. És az ő ideje az most jött el. Most jött el, ő egy olyan eszköze volt Istennek, akin keresztül ő megmutathatta az ő hatalmát. Olyan volt, és itt láthatjuk azt, hogy azt mondja a 16. versbe, ezt az ő nevébe vetett, már Jézus nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit ti itt látok, és ismertek. Láttok és ismertek. Tudjátok, hogy ki ez az ember, 40 éve látjátok őt itt ülni. Pontosan tudjátok, hogy ki ő, meg mi ő. És most nézzetek rá. Mindenki azt gondolta, nem csak az az ember, akit ott leültettek, nem csak ez a sánta, hogy lehetetlen az ő sorsa, hanem mindenki, aki elment mellette, tudta, hogy az ő sorsa az lehetetlen. És a tudás ellenére, a természeti törvények és mindenféle emberi tapasztalat ellenére ott ugrándozott körülöttük. Milyen tanulságokat tudunk levonni? És párat szeretnék kiemelni, biztos van még több tanulság is. Az egyik tanulság, hogy az emberek nem tudják azt, hogy mik a szükségeik, mik a lehetőségeik, milyen állapotban vannak. Ez az ember félre volt tájékoztatva, azt hitte, hogy ő tudta, hogy ő sánta, de úgy tudta, hogy átok miatt sánta. Úgy tudta, hogy ő Isten nagyon gyűlöli. Hogy ő tulajdonképpen nem tud pénzt szerezni, akkor egy nagy-nagy teher csak. Nem csak az embereknek, de Istennek is teher. Az emberek nem tudják, hogy mik a lehetőségeik. Ha idáig eljut már valaki, hogy nem tud mit csinálni, és erre pontosan tudja, hogy semmi esélye nincs arra, hogy meggyógyuljak, és látjuk a történetből, hogy amikor Péter meg János azt mondja neki, hogy nézz ránk, akkor nem azért nézett rájuk, mert hogy most akkor meg fogtok gyógyítani, hanem azért nézett rájuk, mert várt valamit, amit ő kap. Anyagi dolgot várt, hogy kapjon. És Istentől anyagi dolgot várni lehet persze, és néha ad is, de Istennek nem ez a fő profilja. Az emberek nem tudják, hogy mik a lehetőség, mire lenne szükség. Péter, amikor kinyújtotta a karját, és elkezdett beszélni Jánossal együtt, hogy hát ezüstünk meg aranyunk nincs, de amink van, azt tudjuk adni. Kelj fel! Az ember nem tudta, hogy ő fel tudna kelni. Nem tudja, hogy olyan állapotban van, amit Isten meg tudna változtatni. Amit meg kellene, hogy Isten változtasson. Istennek nem a lábát kellett, hogy megváltoztassa, vagy az egészségét kellett, hogy megváltoztassa, hanem a lelkét, az Istenhez való kapcsolatát kellett, hogy megváltoztassa, amihez ebben az esetben a kettő együtt volt. A lábát is megváltoztatta, meg utána azt is, hogy élő és való az a valaki, akit én itt láttam, akit én itt több
év óta láttam megjelenni ez a Jézus. Nem volt buta, nem volt hülye az az ember, pontosan tudta, hogy kicsoda Jézus. Már nem olyan módon, hogy ha tudta volna, hogy Isten fia, hanem hogy ő egy tanító, egy rabbi, aki bizonyos dolgokat hirdet. Lehet, hogy ott ülve az ékes kapu mellett különböző emberek gondolta is hallotta, hogy ki lehet ez a Jézus, de hogy hozzájuk érdemes ez a Jézushoz, és ezeknek a tanítványhoz érdemes hozzátartozni. Ez egyből tudta. Nagyon sok embernek el kéne mondani azt, hogy bocsánat, te béna vagy. Már nem úgy béna, hogy nem tudsz, hanem vedd észre, hogy fizikailag, lelkileg, a lelked fizikumát tekintve halott vagy. Élettelen vagy, nincs benned élet, nincs benned élő cselekedet. Sokan ezt nem látják, nem értik ebbe a világba. És ennek az illetőnek, ennek a sátának ezt nem kellett elmondani. A sátán nagyon jól tudta az ő fizikai állapotát, a lelkit nem. A fizikait nagyon jól tudta. A lelkiben annyit tudott, hogy a lelkének semmi esélye. De itt volt, kapott egy másik esélyt. És ezt, hogy az embernek és ő tudta, hogy neki kell, ő el van veszve, neki valami nagyon nagy lehajlás kell, hogy ő valamilyen esélyt kapjon. És amikor megkapta, ő ezt egyből belekapaszkodott ebbe az esélybe. És örült neki, hogy ez az esély, ez megvalósult. És az emberek nem térnek meg, mert nem tudják, hogy lenne egy esélyük, vagy kéne, hogy legyen egy esélyük, hogy valamiből ki kéne kapaszkodniuk, vagy meg kéne ragadniuk, hogy fölemelje őket Isten, meg kéne ragadniuk Jézusnak a kezét. Fel kell világosítani az embereket, hogy milyen állapotban vannak, mi a lehetőségeik, mire van szükségük. Egy másik tanúság, amit ebből látunk, az egység. Az az egység, amiben Péter meg János itt megvolt, itt élt, itt egybe volt. Amikor oda mennek ehhez az emberhez, akkor biztos lehetett bennük különböző gondolat. Nem tudom, hogy a Szentlélek mindegyikükhöz egyaránt szólt, hiszen ez másképp nem lehetett volna, nem ők döntötték el. Mondják is, hogy hát nem a mi erőnk. Mit néztek, izrael férfiak, mit csodálkoztok? Úgy néztek rá, mint a saját erőnk, vagy kegyesünkkel értük volna ezt, hogy ő járjon. Hát nem, a Szentlélek tette, a Szentlélek szólt neki. Egyébként nem lenne senkinek bátorsága azt mondani, hogy Jézus most akkor gyógyít. Mert honnan tudod, ha nem mondja neked? Ha megmondta, akkor meg tedd azt. Cselekedj azt szerint, amit ő mond. De amíg ő nem mondja, amíg Jézus nem mondja, ha egy nappal ezelőtt megy arrafelé Péter meg János, és ugyanott találták volna ezt az embert, és egyszer csak azt mondta volna Péter, hogy na, de figyelj János, hát húzzuk már föl azt az embert, aztán ne üldögéljen már itt alamizsnálkodva, hanem ugráljon egy kicsit, aztán felhívjuk majd ezzel magunkra a figyelmet, egy csomóan majd meg fognak térni, oké? Nem ment volna a dolog. Saját ötletük lett volna. Isten volt az, aki szólt hozzájuk, és mondta azt, hogy Péter, szóljanak az emberek, mondd azt, hogy nézz ránk, és húzd őt föl, és mondd azt, hogy Jézus nevében járjál. Mert arany ezüstöm nincs, de valamit tudok neked adni, ami ennél sokkal, de sokkal értékesebb. És valószínűleg szólt Jánoshoz is. És nem kezdtek el veszekedni. Nem mondta János, hogy nem mondta Péter Jánosnak, hogy gyere egy kicsit arrébb.
Igen, én is hallottam, ezt mondja bennem is egy hang, ezt mondja nekem Isten, hogy ez lehetne, de azért beszéljük meg. Beszéljük meg ezt az egészet, mert nagyon ciki lenne az egész, hogyha itt megfognánk ezt az embert, és azt gondolnák a többiek, hogy hát mi itt kegyetlenkedünk vele, mert itt fölrántjuk, az meg óra esik, betörik az óra, itt vér lesz, meg minden. Nem, hát inkább vonjuk be egy olyan helyre, ami egy kicsit nincs annyira szem előtt, mint itt az Ékeskapu, hogy járnak ki be az emberek. És látják az egészet, hogy mi és hogyan történik. Ez egy nagyon-nagyon szem előtt levő hely. Hát ilyet nem kockáztathatjuk meg, hogy nem sikerül ez a gyógyítás, már elnézést, mutatvány. Nem így gondolkodtak. Abszolút egységbe voltak, nem gondolkoztak arról, hogy most jaj, mi lesz, meg hogy lesz, meg mit fognak szólni. Egyszerűen Isten mondott valamit, és ők annyira egységbe voltak Istennel, és egymással is, hogy bátran megtették azt, amit ő mond. Erre törekedhetünk. Legyünk akarati egységbe Isten és akarati egységbe egymással. Egy akaraton legyetek, ezt halljuk, ezt tudjuk. De ez ezt jelenti. Ez ezt jelenti. Ez egy ilyesfajta viselkedés. Most nem tudom, hogyha valakinek ezt mondaná Isten, akkor mit tenne? Mert egy következő tanulság, hogy ez ma is ugyanígy működhet. Ugyanúgy, ahogy az egyháznak az, hogy az egyház hogyan működik, abból nekünk egy modellünk az a lelki, és az a fajta normális egyház, ami működött a legelső, akár a Jeruzsálemi egyház, akár az Antiókiai egyház, ez egy modellünk nekünk, ugyanúgy ezek a dolgok is megvannak, vagy meg lehetnek a mostani egyházban is, amik akkor megtörténnek, és ez manapság is történnek ilyen esetek. Van egy Chuck Smithnek, Chuck volt, mert meghalt már egy éve nagyjából, Chuck Smith nevű ember, aki egy vasárnapi alkalom után kiment lelkipásztor, kiment a gyülekezet előtt, imaterem előtt, megfogta az emberek kezét, üdvözölte őket, stb. Ezek elmentek, megy visszafelé a terembe, és látja, hogy ott még van egy kis csoportosulás középen valaki tolószékbe. A gyülekezetének a tagjai. És jön az asszony, és mondja, hogy hát csak testvér, imádkozna a férjemért, és ahogy mennek az ember felé, csak érzi, hogy Isten azt mondja neki, hogy hát húzd föl ezt az embert, mert meg akarom gyógyítani. Kiverte a víz először is, hiszen ilyet nem nagyon szokott hallani ő, hogy Isten ilyesmit mondana. Az első reakció egyből az is volt, hogy sátán ne kísérts engemet. Majd újra hallotta, és megbizonyosodott róla, biztos volt, hogy Isten szól hozzá. Ennek ellenére sűrű szívdobogással, amint odaért, elkezdett imádkozni az emberért, iszonyatosan nagy zavarba volt, elkezdett imádkozni ezért az emberért, majd fogta, és felhúzta a tolószékből. Az ember elkezdett járni, kétszer körbefutotta a gyülekezetet, nagy örömébe, és mindenki teljesen el volt csodálkozva, és meg volt hűlve, és sírtak, és egyéb, és mondta a feleség, aki szólt neki, hogy imádkozzon, érte, hogy hát csak testvér, hát tulajdonképpen én csak azt akartam, hogy imádkozz értem, mert hogy ő megfázott. És amit az ember akar, meg mint Isten akar, az nem mindig ugyanaz. Ez megtörtént ezzel az illetővel, de nem tudom, hogy hány embert húzott még föl a tolószékből,
de nem sokat. Lehet, hogy ezt az egyet. Isten néha-néha tesz ilyen dolgokat, már csak azért is, hogy megmutassa, hogy amiben mi reménykedünk, hogy ott majd a következő, nem következő életünkbe, hanem ennek az életünknek a folytatásába, ott nem lesz sírás, nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, Isten országa az Istenről szól, és Isten tökéletes. És ezért nem lesznek ilyen dolgok ott. És ez megnyilvánul ma is. És még lehetne erre nagyon-nagyon sok történetet felhozni. Akkor Isten ma is így cselekszik. És Isten azért cselekszik így Péter esetében is, meg más esetekben is, mert az emberek kimennek és elkezdenek cselekedni, elkezdenek tenni, elkezdik az evangéliumot mondani, az evangéliumot hirdetni, és ahogy az ember minél többet, minél odaszántabban van, és vesz részt Istennek a munkájában, követni fogja, mert erre ígéretünk van, követni fogják jelek, de csak úgy és akkor, ahogy Isten azt akarja. Nem a mi erőnkkel, és nem a mi szándékunkból, hiszen az ige hirdetésünk sem a mi erőnkből és szándékunkból szól, így az azt igazoló csodák sem a mi erőkből és szándékunkból fognak megtörténni. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, ez egy olyan jel volt, mint amilyen jel a második fejezetben a zúgásnak a jele, ami összehívta az embereket, és ami segítette őket, hogy fókuszáljanak Péterre, fókuszáljanak arra a 120 emberre, hogy most itt Isten csinál valamit, és ez az embernek a gyógyulás is az volt, hogy az emberek fókuszálni tudjanak Péterre, és fókuszálni tudjanak a többiekre, hogy most Isten itt megint csinált valamit, és akkor mégis mi ez az egész? Kíváncsivá és befogadóvá tette, vagy segítette tenni az emberek szívét ez a gyógyítás, ez a gyógyulás. És ezért csinálja ma is Isten ezeket a gyógyulásokat és gyógyításokat, hogy Isten, hogy az embereket Isten felé befogadóvá tegye. És meggyőzze, hogy az az üzenet, ami elhangzik, arra oda kell figyelni, mert az nem akárkitől származik, hanem attól, akinek engedelmeskedik a természet, akinek engedelmeskednek a betegségek, akinek engedelmeskednek a démonok. És mindenkinek engedelmeskednie kell neki. És Isten országa arról szól, hogy mindenki engedelmeskedik is, aki annak az országnak a lakója. Tehát készüljetek fel, ha Istent követitek, akkor lehetséges, hogy egyszer oda fog gurulni elétek egy tolószékes ember. És Isten azt fogja mondani, hogy húzzad föl, meg akarom gyógyítani ezt az embert, imádkozzál, tedd rá a te kezedet, és húzz föl. Azt akarom, hogy gyógyuljon meg, hogy legyen egy tanúbizonyság melletted, hogy te szolgálatod, az tőlem van. De ha nincs ilyen tanúbizonyság szolgálatod mellett, már ilyen tolószékes eset, akkor is egy csomószor átélheted azt a tanúbizonyságot. De még ha nem akkor is, hogy Isten szolgálatába vagy, mert emberek térnek meg, mert emberi sorsok változhatnak meg. És ez az emberi sorsok megváltozása, megtérések, a legnagyobb tanúbizonyság, ami Isten létét igazolja.